A bakhátakon már csak a betakarításra vár a burgonya. Minden sorban másfajta nemesítésű és más elnevezésű növény található. Az idei fajta kísérleti bemutatón mintegy 51 féle krumpli termését és eredményeit hasonlították össze a gyulatanyai állomáson. A Nébik szakemberei szerint a burgonya termőterülete és a megtermelt mennyiség is folyamatosan csökken, így leginkább importbeszerzésből lehet fedezni a hazai igényeket. Jelenleg 8000 hektár az, ahol burgonya termesztés folyik Magyarországon. Nagyságrendben sokkal kisebb területen, de még mindig meghatározó az étkezési burgonya termesztés ez a régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Itt az adottságok, a hagyományok alapján az itteni gazdálkodók még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy ezt a nagyon fontos étkezési, élelmezési célú terményt megtermeljék. Ehhez a csökkenő tendenciához alkalmazkodik sajnos a vetőgumó előállítási nagyságrend is, hiszen hogyha 10 évvel visszamegyünk, akkor 300-340 hektár körül volt a vetőgumó előállítási terület Magyarországon. Ebben az évben 154 hektár ez a nagyságrend, tehát gyakorlatilag több mint a felére csökkent a terület. A tanácskozás házigazdája szerint a hazai burgonyafogyasztást továbbra is népszerűsíteni kell, ugyanis elmaradunk az európai átlagtól, miközben a szabolcsi, homokos talaj ideális lenne a növény termesztéséhez. Sajnos ez az idei év nem nagyon kedvezett a burgonyának, mivel ez az extrém időjárás miatt, illetve csapadékhiány miatt az elmúlt 50 napban 10 mm csapadék volt gyulatanyán, de ennek ellenére nagyon szép a burgonya. Hát azért jött létre, hogy a burgonyát népszerűsítsük, illetve felemelni a hazai fogyasztást, mivel a hazai fogyasztás ilyen 30-50 kiló körül van per fő, ezzel szemben Írországban 120-150 kiló. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke szerint a nemzetközi fajta bemutató ideális terep ahhoz, hogy a legkorszerűbb technológiák megismerése mellett a gazdák gyakorlati tapasztalataikat is megosszák egymással. A hagyományok tisztelete mellett azért azt hiszem, hogy a mai rendezvénynek a legfontosabb üzenete az, hogy azok a termelők, akik a burgonya termesztéssel foglalkoznak, ők megtalálják azokat a lehetőségeket, amelyel hatékonyabbá tudják tenni a saját termelésüket, tudnak találkozni más termelőkkel, és tudnak találkozni azokkal a szakemberekkel, akik első kézből lesznek képesek nekik átadni az információt, és emellett természetesen egymással is meg tudják beszélni azokat a jó gyakorlatokat, azokat a pozitív vagy negatív tapasztalatokat, amelyek a burgonya termesztés szempontjából fontosak, és hát emellett azért nagyon fontos az is, hogy itt azért barátok tudnak találkozni egymással, hiszen nem csak a burgonyával kapcsolatban szokott így gyulatanyán fajta bemutató lenni, hanem megszokhattuk már, hogy elég sokszor tudunk itt találkozni, vagy tudnak itt találkozni a megye, illetve az ország mezőgazdászai. A 26. alkalommal megrendezett tanácskozásra az ország több pontjáról, valamint a megye szomszédságából, Romániából és Erdélyből is érkeztek termelők.